Díjakat adnak át a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. Az első baranyai filmmaraton győztes produkcióit jutalmazták itt. Egy perces filmet kellett készíteni 24 óra alatt, amiben bemutatnak valamilyen baranyai értéket, kincset. A győztes alkotást egy kaposvári pár készítette Baranya kapui címmel. A párom találkozott vele az interneten, talán a Facebookon látta meg ezt a hirdetést, és csütörtök este felhívott munka közben, hogy volna-e kedvem hozzá, hogy szombaton útnak indulunk, és belevágunk ebbe a versenybe, és természetesen volt kedvem. Június 11-én szombaton indult a feladat. Másnap délelőtre el kellett készülniük a műveknek. A megyei elnök szerint jól sikerült a verseny. Azt szerettük volna, hogyha meg tudjuk mutatni Baranya megye értékeit, az épített környezet értékeit, a természeti értékeket, a gasztronómiai kincseinket. Másrészt pedig szerettük volna megszólítani a fiatalokat. Szerettük volna a megyei értékgyűjtés folyamatába megnyerni a fiatalokat. Ezért választottuk a filmkészítés technikáját, hiszen nekünk az idő ma már középkorú és az idősebb generáció tagjainak talán egy nagy dolognak tűnik egy filmet forgatni, de a mai 20-30 éveseknek már, akiknek a zsebébe ott lapul az okos telefon, ez egyáltalán nem olyan nagy kihívás. Volt, aki telefonnal, mások mozgókép rögzítésére alkalmas fényképezőgéppel, vagy éppen kamerával készítettek pályamunkát. Összesen 38 stáb regisztrált az első Baranya kincsei elnevezésű filmmaratonra. A versenyzők között voltak teljes családok, de indultak baráti társaságok is. A megyei önkormány és a Pécsi Egyetem közös szervezésében valósították meg az eseményt.